A negyedik hely a Linci Asztali Világkupán, ez minden idők legjobb magyar szereplés a sorozatban, már a top 20-at ostromolja a világranglistán Póta Georgina, aki német klubjával b nyert idén. Ez torony magasan a legjobb versenyzői éve idáig. A fejlődés részleteiről beszélgetünk most velő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No hát viszont ugye ez, ez, a nagyon jó szereplés után is azt mondtad, hogy hiányérzeted volt, de miért? Mert nagyon sokáig eljutottam, de ott voltam a közelében, hogy a harmadik helyet megszerezzem. Vezettem is, 3, 2, 4, 1, 9, volt, és ha már ilyen közel van az ember, akkor nyilván szeretné megnyerni. Akkor már dühös, hogyha nem sikerül. Igen, hát tartott egy napig, otthon a szülők is megnyugtattak, és akkor tovább léptem. Mit mondtak? Hát, hogy ez is nagyon szép eredmény, és hogy nem szabad buslakodni, hanem azt kell nézni, amit elértem, és hogy csoportból jöttem. Úgy volt, hogy nem tudok kijutni a világkupára, nekem ez csak egy bónuszverseny volt, mert az Európa Top 12-ről lehet, lehetett kvalifikálni magát az embernek, és ő úgy volt eleinte, hogy csak az első négy jut ki. És én hatodik lettem, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ott is tartalékos emberként jutottam ki, 13 -ként, és a hatodik hely szerintem az, az, az is nagyon szép eredmény volt. És ezt a négy embert kibővítették hat 7 főre és így tudtam elindulni a világkupán. Közben előrébb jöttem a 26. helyre, mert mindig 50 körül tanyáztam, és, és, ezáltal elsőként voltam kiemelve a csoportba, de nem számítottam ilyen jó eredményre. Hát bizony, ugye a csoport elsőség az váratlanul ért, igaz? Igen, már mint ahogy mondtam, ez elmúlt jó pár évben én 50 körül volt a helyem, és megnyertem a Belgium Open-t, Utána az EB-n 7 meccset nyertem, 3 vesztettem, ott is pozitív volt a mérlegem. Tehát így ennek függvényében az a, egy hónap az, az nagyon jól sikerült, és, és ezáltal nagyon sokat ugrottam a világranglistán. Na bizony, ugye most a 26. hely, mikor és ilyen formás esetén hogyan érhető el az a top 20, amire ugye a kapitány is pedesztinál téged, és mondjuk egyszer majd a top 10. Most csak satszolni, tippelni lehet, hogy anyadik leszek. Szerintem így tizen pár, huszon eleje, ezt nem tudjuk pontosan, attól is függ, hogy tavalyról mennyi bónuszpontom esetké, és a többieknek ezt most hónap elején ki fog jönni az új világrang, és ugyanúgy van, mint teniszben, hogy hónap elején ki jön. És hát minek köszönhető? Hát talán a <laughs> rutin meg az évek, nem tudom... Próbálok minden meccsre százszerzalékosan fölkészülni, szerintem minden fejbendőre, főleg a pingpongban. És Berlinnek is nagyon sokat köszönhetek, meg az otthoni edzéseknek a statisztikában, a válogatottal. Igen, de akkor a berlini klub és az otthoni játék az is nagyon sokat dobott a teljesítményünkben? Természetesen, hát hat éve játszom kint, és tele van kínaiakkal a liga, játszunk bajnokok ligáját. Német Kupát, Bundesligát, és ezekre még rájön természetesen a protúrok, a világversenyek, edzőtáborok, nincs megállás. Hát most már ott tartunk az esetben, hogy nem csak neked kell tudni megkülönböztetni az ázsiai versenyzőket, hanem nekik is fel kell ismerniük téged, igaz? Igen, mondjuk én nem szaladnék így előre, ez most tényleg összejött, ez a pár hónap, és nagyon szép sikereket értem el, és én csak így reménykedni tudok, hogy, hogy ennek még lesz folytatása, és hogy nem ragadok itt meg, hanem még tudok fejlődni. Szerintem a fonákom jobb lett, ezt az edzőmmel is beszéltük pár hete, és van egy csomó olyan dolog, amiben még fejlődhettek szervában, a lábmunkám, No, azt mondnak, ugye a szövetségi kapitány azt mondta, hogy szerintem mostanra nőtt be a fejed lágy, így fogalmazott. Ezzel egyetértesz? Igen, teljes mértékben. Felfogtam, hogy mivel jár, és mint anyagilag, mint a médiában is, hogy felkapottabb lettem, és hogy megkeresnek, ez egy nagyon jó érzés. Eddig csak így játszottam. Megpróbáltam persze minden meccsemet megnyerni, de hogyha elhúzott az ellenfél, akkor könnyebben feladtam, mint most. Tehát most, hogyha 3-1-re vezetett az ellenfelem, a hongkongi lány a nyolc közé meccsen, a világkupán, meg tudtam fordítani. Jó, persze volt erre példa az előző években is, de nem ilyen sűrűn. Uh -huh. Tehát azt lehetett mondani, hogy most már ilyen rendszer akkor léptél egy egy lépcsőfokot fölfelé, olyan értelemben, hogy, hogy á, profi mentalitású játékos lettél? Igen, igen, uh -huh. szerintem igen. Ez, ez az, az, amit el lehet mondani. Egyébként te ebben a folyamatban ö, dolgozol együtt sportpszichológussal? Nem. Tavaly voltam kétszer, háromszor, két-három alkalommal, de nem szoktam járni. Próbálom magam megfejteni uh -huh. a, a dolgokat, és rájönni, hogy mik a hibám, és azon javítani. Ha saját magadat vizsgálod és keresel és találsz megfejtéseket, akkor eddig mi volt a legfontosabb felismerés, ami saját magad megfejtésében eddig sikerült ahhoz, hogy előrelépje? Amit már említettem, hogy, hogy hogy nem szabad feladni. Tehát nagyon hamar elengedtem magam. Lelkileg nagyon sokszor voltam annak a kapujában, hogy csináljak valami nagyobb eredményt, de nem jött össze. négyszer voltam egyéniben Európa bajnokságon nyolc közt, és nem sikerült. Pedig olyan játékosra kerültem össze, akit már mondjuk előtte vertem, verhető. Uh -huh. igen verhető volt, és. És elszalasztottam azokat a lehetőségeket. És most végre egyszer kiött a lépés, hogy, hogy minden, minden sikerült, jó, ez a harmadik hely e, már lehet, hogy túl szép lett volna. No, azt mondják, hogy az anyagi ösztönzők hogy működnek ebben a dologban, mert ahhoz, hogy te a mentalitásodban profil legyél, hát azért ne tagadjuk, van egy olyan része is a dolognak, hogy ha jobban játszol, akkor jobban is lehet keresni, nem? Igen, természetesen. Most nyertem elég sok pénzt. 10.000 dollárt, abból persze le kell adózni, meg utalják, tehát a banki költségek is lejönnek, de ez volt a legnagyobb nyereményem. 3.000 dollár volt eddig a, a maximum, és tényleg a, persze a klubtól kapom a fizetésemet, de ezek olyan dolgok, ami megalapozza a jövőmet, és, és hát. Nem, nem azt, nem szeretnék dolgozni majd, amikor eh, abba adjam a pingpongot, de ez olyan könnyebbséget ad, hogyha tudok félretenni, hogy abból el lehet kezdeni akár egy saját üzletet kialakítani, vagy félretenni lakásra. Uh -huh. Na, de hát ennyire ne előre, mert azért itt még egy a pályafutásban sok minden benne van. Hát. Uh, Mire figyelnek az esetetben a játékodban a, a riválisok, az élóvas ázsiai versenyzők most már, ami, amiből te is érzed, hogy komolyabban vesznek téged? Mit, mit, mit tartanak benned veszélyesnek az ellenfelek? A japán lány utána nyilatkozott, és mondta, hogy nagyon jó a fonákom, és nem szabad oda játszani, és láttam, hogy mindenki felkészült belőlem. Uh -huh. uh, olyan ö, szervákat adtak, a, amit én is szerválok meccsen, vagy ö, lassabbakat pörgettek, mert nekem a tenyere sem, uh -huh. ugyebár az nem annyira jó, és akkor próbálták így utánozni, tehát ö, mindenkinek van egy beütő partnere, főleg a hongkongiaknál, japánoknál, és ö, azt, azokat a mozdulatokat alkalmazták, ami, amivel én bírok. Uh -huh. Na most itt uh, a, még a fő terv teljesülése az a ugye a Virtu 16-os döntő lenne, igaz, bankokban? Igen, ez egy nagy álmom volt, <laughs> mert a világkupára egyszer már kaptam szabadkártyát, ott játszottam, de a Pro Tour döntőn még soha, és ez nekem lenne egy, egy, egy nagyon nagy elismerés, Ö, és amikor második lettem itthon, a magyar protúron, akkor éreztem egy kis sanszot, hogy lehet, hogy van erre esélyem, hogy kiussak. Akkor indultam a Belgium Open-en, meg kisebb versenyeken, hogy szerezzek pontokat. versenyek három kategóriában vannak sorolva, ABC, és, és megpróbáltam a kisebb versenyeket elindulni, hogy még több pontot gyűjtsek, mert könnyebb nyilvánvaló előrébb kerülni. És, és úgy néz ki, hogy most kilencedik vagyok, és menni fogok. Na, most, ha akkor, és ha sikerülne ez a, ez a, ez a nagy terv, akkor, akkor ott milyen eredmény jöhet ki belőled? Ebből az, ebből az, ebből az, új póta Georginából, aki már mentálisan erős és magabiztos. Nem szeretek így előre jósolni, úgy, mint a világkupa előtt mindent beleadok, és nincs vesztenivalom, elengedem a kezemet. Aha, csak úgy lazán. Igen. Mit, Azt meg a legébbi, mit érzel most az, amennyit te tudhatsz, amennyi benned van képességbe, és itt most a nagyon jó évednél vagy, mennyit hoztál ki magadból eddig? Remélem nem a maximumot. Hát ez az, én szerintem <laughs> se, de mennyit? Nekem már ez is egy, egy elérhetetlen álomnak tűnt, hogy én 26 legyek valahogy is a világranglistán. És, és most, hogy lehet, hogy ilyen 20 körül leszek, Ö, most kezdek még jobban bízni magamban, hogy talán még van bennem még több. Régen mindig mondták az edzők, hogy többre lennék képes, hogyha szorgalmasabb lennék, ö, többet edzenék, kondiznék, és, ö, és meg szeretném próbálni, hogy meddig tudok eljutni. Hát, és akkor ilyen keményen? Jó, hát ö, ö, minden jót hozzám. Köszönöm ö, folytassuk, szépen. hogyha sikerült a következő cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm.